Ma van az antikorrupciós világnap. Ezen a napon arra hívjuk fel a figyelmet, hogy miért fontos föllépni a korrupció ellen. Miért fontos föllépni a korrupció ellen, mert a korrupció az elképesztő gazdasági, anyagi károkat okoz egy országnak, és nagyon sok közpénz nem jut el oda, ahol szükség lenne rá. Van egy másik nagyon kártékony hatása is a korrupciónak, ez az, hogy szétzilálja a demokratikus rendszereket, az emberek egyszerűen elvesztik a hitüket abban a társadalomban, amiben élnek, nem hiszik el, hogy becsületesen, tisztességesen meg lehet élni, hanem azt látják, hogy a csalással lehet érvényesülni. Mi a K-Monitornál különböző módokon küzdünk a korrupció ellen, informatikai fejlesztésekkel, adatbázisokkal, szakmai anyagokat készítünk önkormányzatoknak, a kormánynak, és természetesen kutatást is végzünk ebben a témában. Azt gondolom, hogy nagyon fontos azt is elmondani, hogy mindannyian tehetünk a korrupció ellen. A legkönnyebb módja ennek az, hogy nem adunk és nem fogadunk el kenőpénzt, kérünk számlát, amikor szolgáltatást igénybe veszünk, és ha korrupciót tapasztalunk a környezetünkben, akkor ezt jelentjük. A korrupcióellenes világnap arra is egy jó alkalom, hogy ünnepeljük azokat, akik voltak olyan bátrak, hogy fellépjenek a korrupció ellen. Ezek a közérdekű bejelentők, vagy más néven a whistleblowerek, akik akár a munkájukat, egzisztenciákat kockáztatva is tesznek a közjóért. Egy nagy köszönet illeti őket ezen a napon.